Épp ugye, hogy Biden elnök nem örült eh, eh, a, a Fox News riporterének a kérdésének, Darcy kérdésének, hogy, hogy eh, hogyan befolyásolja Biden elnök népszerűségét az infláció, és akkor mondott erre valami, valami trágárságot Joe Biden, és aztán föl kellett hívni a riportert, és elnézést kérni a trágárság miatt. Szerintem pont, pont így kezd gondolkodni, pont így gondolkodik Joe Biden vagy a körülötte álló... Eh, eh, elit mondjuk, hogy pont úgy gondolkodnak erről az ukrán háborúról. Tehát ki kell mondani, ez nem egy nagy amerikai siker. Ez nem egy nagy amerikai siker. Épp ugye, hogy a háború nem egy nagy orosz siker, nem egy, nem egy nagy amerikai siker. Ott van az állandó eszkaláció kockázata, ott van a, a, a végtelenített háború, egy olyan iraki vagy afganisztáni mintájú végtelenített háborúnak a mintázata, amiben talán amerikaiak egyelőre még nem harcolnak, de egy állandó érvágás az amerikai eh, az amerikai államkasszán, és ez a, ez a, ez a sikertelenség, ezt, ezt, ezt meg kell magyarázni. Tehát van egy határa annak, hogy meddig lehet azt mondani, hogy hát mi gyengítjük Oroszországot, és, és ez, egy, ez egy nagyon olcsó, nagyon kifizetődő befektetés, ez, ez egyre kevésbé győzi meg az amerikai polgárokat, mikor látják, hogy ez a politika nem vezet sehova, csupán az általános háborúnak a kockázatát növeli. És az úgy tűnik, hogy Biden elnök két irányból is nyomás alatt lehet, mert nem csak Trump kritizálja az ukrajna politikáját, hanem a demokrata oldalon lévő kihívója, ifjabb Robert Kennedy is, aki szintén tette nyilatkozatot, és azt mondta, hogy hát ez, ez olyan amerikai érdekeket érdekek mentén áldoznak fel ukrán fiataloknak a tömegeit, amit nehezen lehet igazolni nemzeti érdekként milyen exit lehet Biden számára, ami azért egy arcvesztés nélkül e, tud neki mondjuk őszre a kampány kezdetére egy stabil pozíciót adni? Egy igen-igen jó kérdés. Mikor fiatal voltam, akkor azt, a kife azt hogy exit strategy vagy, vagy kilépési stratégia úgy hívták, hogy győzelem. Ennek volt egy neve, azt úgy hittek, hogy győzelem. Mikor egy háborút elkezdtél, akkor azt a, a kilépési stratégia az a győzelem volt. De azóta az a modernebb idők járnak, és felvilágosultabb gondolkodók kerültek bele ebbe a stratégiai gondolkodásba, és kitalálták ezt a kilépési stratégia kifejezést, és talán találó is. Én azt hiszem, hogy Amerika számára, ahogy mondtam, hogy Ukrajna nem fog tudni jól kijönni ebből a háborúból, én nem látom azt, hogy Amerika hogyan, hogyan tudná ezt a, ezt a háborút úgy lezárni, hogy, hogy az országnak a presztízse, a hatalomnak a presztízse ne csorbuljon. Tehát lehet tovább húzni ezt a háborút, lehet növelni Ukrajna támogatottságát, támogatását. Nem nem látom, hogy ez hogyan kényszeríteni az oroszokat arra, hogy bedobják a törölközöt, és, és békét kérjenek, és... és lezárják ezt a háborút. Ugyanakkor Amerika megteheti azt is, hogy kínai segítséghez fordul, és láttuk, hogy az Egyesült Államok eleinte, eleinte nem lelkesedett a kínai béke, béketervér, ugyanakkor második lépésben üdvözölte a telefon, telefonbeszélgetést a kínai kommunista párt főtitkár és Zelenszky elnök között. Ez egy hatalmas presztisvesztés lenne az Egyesült Államok számára, hogyha a szaudi és az iráni normalizáció után ezt a békét is, vagy ezt a tűzszünetet is a kínai, kínaiak bábáskodnának fölött, és nem az Egyesült Államok. Hát ez egy olyan dolog lesz, amit, amit Bidennek az óra alá fognak dörgölni a, a kihívói úgy házon belül, mint házon kívül. Igen, mindenképpen én azt hiszem, hogy az amerikaiak Zelenszky úrat is figyelmeztetni akarják, hogy tisztában kell lenni, hogy kiad neki enni és hogy a napjai meg vannak számolva, hogyha valami más csinál, mint amit a, a, a nyugati politikai vezetők elsősorban az Egyesült Államok diktálnak neki. Az is teljesen elképzelhető, hogy nincs teljes egyeztetés a britek és az amerikaiak között. Láttuk, hogy a, a britek átadtak olyan rendszereket, amiket az Egyesült Államok következetesen, amiknek a látodását az Egyesült Államok következetesen megtagadta, és teljesen elképzelhető, hogy van itt egy ilyen kötélhúzás, hogy több, több patronus különböző irányba húzza úgy Ukrajnát, mint Zelenszky elnököt, és akkor mondjuk ez egy ilyen sárga alap volt Zelenszkinek az amerikaiak részéről. Közben ugyanakkor azt látjuk, hogy Európában Zelenszky most már napok óta turnézik volt Olaszországban, Németországban, Franciaországban, most éppen Angliában van, Németországban megkapta a Nagy Károly érdemrendet is, és úgy méltatták őt, mint aki a földrész egységéért végzett munkája miatt érdemelte ki ezt a kitüntetést. Ön hogy látja, Zelenszky egyesíti Európát, vagy inkább miatt repedezik ez az Ukrajna melletti támogatás? De nem tudom, hogy mennyire miatt, vagy mennyire a, 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 a helyzetből adódik ez, de itt, itt mind a két irányba látunk erőket. Látunk egy ilyen centripetális erőt, ami tényleg egymáshoz nyomta az európai államokat, és ez főleg a háborúnak az elejére volt volt igaz amikor nem lehetett, nem lehetett tudni az oroszok Kiev bevétele után, hol fognak megállni a Visztulánnál, az Elbánnál, vagy ki tudja, hol fognak megállni. Most ez visszagondolva kicsit nevetségesen hangzik, de ha, ha, visszagondolunk, ha visszaemlékezünk a háború első napjaira, akkor kicsit kisebb volt a mellényünk. És abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy az oroszok még eh, eh, még, Harkivot se tudják, meg, be, se, se, tudják bevenni, még Herszont se tudják megtartani, akkor azt hiszem, azt hiszem hogy igen nehéz lett eladni ezt a, ezt a háborút, mint egy egzisztenciális veszélyt az, egész, az, európai kontinens egészére. És ezzel magyarázható az, hogy, hogy Macron elnök elkezdett egy külön, politikát. A, 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 a szovjet veszély egyértelműen megteremtette a nato -t. Bár vannak sokan, akik igyekeznek Oroszországot ilyen szovjet méretre felfújni, hogy Igazolni tudjanak vele különböző politikai konstruktumokat. Szerintem, hogy a háború halad, ez egyre kevésbé hitelesebb. Egyre inkább látjuk az orosz hadseregnek a nehézségeit, a hiányosságait, korlátozásait, egyre nehezebb lesz eladni azt a, azt a, a lauzungot, hogy, hogy Portugáliát és a balti államokat egyformán fenyegeti Oroszország. Én szeretnék tenni egy lépést hátra és fölteném a kérdést, hogy miért pont most kell befeketíteni Zelenszki elnöket. Nyilvánvaló, hogy igen komoly tőkét fektetett bele a nyugat, hogy fölépítsék ezt a brandet, amit Zelenszkinek hívnak. Most mi történt, miért pont most kell ezt a, ezt a, ezt a karaktergyilkosságot elkövetni, mondjuk úgy, Zelenszki elnök ellen. És én azt hiszem, hogy a, a, a egy olyan számottevő dolog történt az utóbbi napokban, ami, ami arra késztette az amerikaiakat, hogy mint Poncius Pilátus mossák a kezeiket. És ez a, a, a Shadow Storm, a, a, az orosz, a, bocsánat, a, a brit eh, hosszú távolságú rakéták átadása eh, Ukrajnának volt. És én azt hiszem, hogy ezzel e, az volt a célja, ezzel a kiszivároktatással, az volt a célja az amerikaiaknak, hogy mostantól bármi történik, moshassák mosthass, a kezeiket, hogy senki ne foghassa rá az amerikaiakra azt, hogy ők, ne, ők buzdították arra, hogy megtámadja a rakétákkal. Tehát bármit történik, azt az oroszok verjék le az ukránokon, vagy a briteken, és ne az amerikaiakon. Tehát szerintem ezért kellett most gyorsan befeketíteni Zelenszki elnököt. Tehát ez szerintem ez adja a hátterét a dolognak, és ez Evel magyarázható az, hogy pont most kezdték el befeketíteni Zelenszkit. Voltak már korábbi cikkekik, és Seymour Hershnek a cikke, miszerint Zelenszkit az ukrán korrupció fejének titulálják, és ennek a körkörös energiaüzlet legfőbb haszonélvezőjének titulálják az energiavásárlás Oroszországból, hogy nem is annyira Kína, mint India vásárol energiát Oroszországtól, mint inkább Ukrajna, főleg amerikai pénzen. Ez volt a Seymour Hersh cikknek a lényege, és most amit látunk, ez ennek a folytatása, hogy Amerika most tudja mosni a kezeit ami pedig a barátság kőolaj vezetéket illeti, két megjegyzést szeretnék mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az ukránoknak nem kell felrobbantaniuk ezt a vezetéket. Lassú mozdulatokkal el lehet zárni egy csapot, és kész. Tehát ez a vezeték Ukrajnán keresztül halad. Ugyanakkor az a vezeték, amelyik kőolajat szállít Magyarországra barátság kőolaj vezetéken, befut abba a magyar kőolaj finomítóba, száz amelyik gázolajat finomít ebből a kőolajból, és ez a gázolaj hova kerül, utána Ukrajnába. Tehát már, már, csak ilyen szempontból is a, az, ukránok, az ukránok részéről egy ilyen lépés meglehetős öngól lett volna. Én nem mondom azt, hogy Zelensky elnök nem mondta ezt hirtelen, hirtelen felindulásban, hogy föl kéne robbantani azt a vezetéket, de ez a vezeték nem csak Magyarországot táplálja, hanem Ukrajnát is. Ugye a cikben az is